ott volt, sőt mi több, fel is szólalt a rendezvényen Kornis Mihály író. Szavai szó szerint dübörögtek a Kossuth téren. Az az igazság, én nem szoktam politikai rendezvényeken föllépni, ez nem fordult elő az utóbbi 20 évben, utoljára akkor voltam jelen, mikor még diktatúra volt. Azért vagyok itt, mert most megint diktatúra van, de nem hagyjuk, hogy diktatúrában éljünk újból. Az az igazság, hogy azért jöttem, hogy az egész országgal közöljem. Vannak rendkívüli pillanatok. Amikor ezek a rendkívüli pillanatok eljönnek, én azért vagyok itt, akkor ki kell az embernek állni. Rendkívüli helyzetben nem az újságot kell olvasni, ha tudni akarjuk, hogy mi a helyzet. És nem a tévében mondják meg az igazságot. A lelkiismeretünk mondja meg az igazságot. A józan eszünk és a szívünk együtt. És hogyha a józan eszünkre és a szívünkre hallgatunk, akkor tudhatjuk, hogy most Magyarországon a feje tetejére álltak a dolgok. Az a helyzet, hogy egy semmire kellő van az ország legtetején, és azok az emberek, akiknek joguk kellene, hogy legyen munkához, megélhetéshez, tisztességhez, világhírű alkotók vagy egyszerű nyugdíjasok, semmibe vannak véve. Itt vagyunk ezen a letarolt téren, a nekünk szánt jövőben. Jól nézzenek körül, ahogyan változni fog a Kossuth tér, azt mutatja, hogy milyen jövőt szánnak nekünk azok, akik a fejünkre ültek. Ez a hely valamikor a demokratikusan megválasztott magyar parlamentnek adott otthon több száz éven át, vagyis több mint 100 éven át. Most már látjuk a köztársasági emlékművet kezdték bontogatni, valószínűleg József Attilát is el akarják takarítani, de ha sikerül nekik, akkor ez emlékmű és mementó lesz. Az ő szégyenük minden időkön át. Az a helyzet, hogy nagyon örültem Tónya Péter igazán tartalmas és igaz beszédének, de az az igazság, hogy ő adja a reményt, én mondom pedig most, amit én igaznak érzek, hogy baj van! Baj van, mégpedig azért van baj, mert Magyarországból kiveszett a szolidaritás. Szolidaritás mozgalom van, szolidaritás nincs. Szolidaritás kell a mindennapokba. Együttérzés a nincstelenekkel, a jogfosztottakkal. De olyan rossz a helyzet, hogy ilyenkor lehet nagynak lenni, felnőni. Egy kell állni, nem fegyverrel. Erőszak nélkül, megmondom hogyan, az életetekkel, az életünkkel, azzal, hogy igent merünk mondani, amikor belülről igent hallunk, és nemet fogunk mondani, amikor nemet kell mondanunk, akkor is, ha leveszik érte a fejünket. Ma úgy látszik, hogy a hazugság erős, és ott ül a hatalomban. De csak azért, mert igazságot kever a hazugsághoz. Ez az új hatalom egyedül abban különbözik a radikális jobboldal régi ismert sablonjaitól, hogy hazudni tanultak a kommunistáktól. Hazug hatalom, hazugságból él, hazugság a kenyere, hazugság az itala. Az elnyomás 20. századi kudarcából azt a tanulságot vonták le, hogy elég egy elsöprő győzelem a demokráciában ahhoz, hogy annak egyszer mindenkorra véget vessenek. Szóval már nem szükséges erőszak vagy akasztófa ahhoz, hogy a hatalmat megtartsák, elegendő csupán mindenkinek azt hazudni, amit éppen hallani akar, és megpenyeheti a többit, hogyha nem hazudik vele, akkor majd nézhet. Ne hagyjátok magatokat megfélemlíteni! Elég a társadalmi összefogás megakadályozásra, ezt hiszik ők, hát mi fogjunk össze, mától vegyünk észre minden elesettet. Mert ők azt akarják, hogy mindenki forduljon szembe mindenkivel Magyarországon. Mindenki féltse a maga kis garasait a másiktól, miközben a saját hatalmi csoportját vaskézzel fogja egybe a diktátor. Lássatok át ezen, és mindenki fogjon össze, aki nem ebbe a szűk hatalmi csoportba tartozik. Mert mindnek nagyon rossz sora lesz, hogyha külön akar jól lenni. Ezzel szemben én a hitünket állítanám a szabadságban, önmagunkban, a tisztességünkben. Én nem olyan hitet, ami a templomba borul le, hanem a földbe taposott ember talpra állításáért boruljunk le, és álljunk fel a földbe taposott emberrel együtt.
nem csak ezen a tüntetésen, hanem a hétköznapokban, mától kezdve minden nap, ami bújból demokrácia nem lesz. Ezzel nagyon nagy dolgot tennétek, magyarok, hogyha képesek lennétek rá. Mert nekünk kell megteremtenünk Istent azok helyett, akik ebben a parlamentben az Isten képviseletében elárulták őt. Részvétre van szükség, a közügyekben való részvételre van szükség. Egyetértésetekre van szükség, vagyis az együttérzésetekre van szükség. Példát kell mutatnunk az országnak a bajban, mert azok is bajban vannak, akik nem jöttek ide, azok is bajban vannak, akik a Fideszre szavaztak. Mert hamarosan nagy lesz a szegénység, lesz kinek, lesz miben segíteni, akkor emlékezzetek majd erre a rendezvényre. Megmondtam, mindenki segítsen mindenkinek. Albert Camus, a Nobel-díjas író, csodálatos mondatával búcsúznék, ő a francia ellenállás tagja volt. Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen. Már az is nagyon szép, hogyha ember tud lenni. Ezt üzenem Orbán Viktornak, és ezt üzenem nektek. Maradjatok emberek, hogy visszahozzátok az emberségbe a többit. Szevasztok!